Sziasztok! Gyertek shootmaniázni, szeptemberig ingyenes a játék. Ez alapvetően egy ilyen egy lövés, egy halálszerű játék. Mondjuk most két életünk van. Ez az, eltaláltam. Szóval most két élettel vagyunk, de hát egyébként játékmódtól függ, van benne többféle játékmód. Na, és most felveszem, hogy ezt a gyereket elkapom. Oké, még maradt egy életem. Hopp. Ez az, na még egyszer. Jaj, akkor. Ezt összedtük egymást. Jó, a leírásban ott van a link. Nagyon izgi játék, ilyen csapatjáték, ilyen illetve játékmódtól függ, szóval ilyen multis, versengős, lövöldözős. Nem fegyverek vannak, hanem ilyen akármik, ilyen tűzgolyó, vagy nem tudom milyen golyó. Na, még egyszer lekapom. Hát mondjuk egy helyben, nem, na. Gyere. Wow! Ez szép. Van benne pályaszerkesztő is egyébként, a... Most megint egymást szedtük le. Ugyanaz a készítő, mint a Trackmaniának. De akinek megtetszett, az nézzen utána. Mondom, szeptemberig ingyenes. Gyertek! Sziasztok! Ideje meghirdetni a Scrolls-os nyereményjátékot. A szavazáson a legtöbben a kalandpályák készítést választottátok, úgyhogy most az lesz. A dolog úgy fog kinézni, hogy mondok pár kikötést, és ezeknek kell eleget tennie a pályának. Akkor lássuk. Legyen rajta szörny. Békés módban kelljen játszani. Legyen rajta fatör. Ne szerepeljenek az is, az, a, egy szavak. Ne legyen rajta command block. A pályákat egy hónapig lehet küldeni. Azaz július 9, 23 óra, 23 perc, 59 másodperc, 99 század. A nyeremény ugyebár egy Scrolls kulcs, aki nem tudja miről van szó, az nézzen utána, ez egy másik Mojang játék és egyébként nagyon jó. A zsűri a szokásos, én is Esti. Ugyebár egy nyertes fogunk kiválasztani, ugyanis csak egy kulcsom van. És hát az a legszimpatikusabb pálya lesz, nincs kikötés, hogy vicces legyen vagy megható. Legyen az a pálya akár vicces, akár megható, úgy az egésze legyen jó, és akkor azok közül fogjuk kiválasztani, ami amúgy nekünk a legjobban bejön. Szóval várom a pályákat. Ja igen, e-mail cím, hát a szokásos csabusa69@gmail.com. Azért a tárgymezőbe írjátok bele, hogy ó, igen, és a nevét még nem mondtam. Banános nyereményjáték. És most következzen kulturális perceink. Egy kis válogatás a beküldött 52 versből. Ours parodi verse. Csabusa egy okos ember, mestersége jaj de kecske, kedvence a darálás és a szivatás, de a resztonozást se hagyjuk ki, mert abban sem kezdő. Csabusa utánja Kenrit, de miért? Hisz a heroin menő, itt is lenne a vége, sziasztok emberek! Kovge verse. Csabusa a király, de annyira sirály, minden tud kívülről, amit nem azt felülről. Szerkezeteket gyár, de soha nem okoz kárt, sok dolgot készít, amit nem készít, azt épít. Jason verse. Csabusa a command block király, az ő eszén túl senki nem jár. Kenry 26 csak az árnyékában lehet, úgyis mindig csak heroinnal etet. Csabinyó a malac barátja, megtaníthatná őt resztonozásra. Ez volt hát a csabusás vers, remélem, hogy mindenkinek tetszett. SCH verse. Csabusa a mester, aki csak lát elver, a resztónos mester, aki mindenkit elver. Romi verse. Csabusa a command block sensei, meg persze egy liter water. Malacot eszi az oroszlán, Csabinyú, ha lehet, bújj elám. Kenry vigyáz, a sensei bedarál, nyugi nem téged, inkább a pályád. Helyes írás, hibba, ez Isten káromlás. Csabusa, én köszönök, inkább nyomom egy pályád. Boiler verse. Vigyázz, ha Csabusának pályát küldesz, mert ha rossz lesz, egyből szétszed. Ne sablonok legyenek egymás után, fontold meg okosan, ne bután. A helyes írásra és a tartalomra figyelj nagyon, a központozástól a falra mászik nagyon. Angol szóról szó se legyen, magyarok vagyunk, ha nem? Bendi verse. Csak egyet mondj ki, jobb lehet nála, sensei ő a command block királya, a legjobb videós szélese világon, bátran mondhatom, hogy őt én imádom. Untalan nézem a jó videóit, s vele tart az egész Csabusa army, meg egy liter water, a kézikönyv óvjon.
Jeff verse. Oroszlán a hangja, kecske az álla, Csabusa a neve, a szivacs készítője, Sétapálca a fegyvere, bozontos a sörénye, rettegik a pontját, a map kritikáját. Ninja 11 és Ninja 72 verse. Volt egyszer egy oroszlán, aki nem volt oroszlány. Barátja egy kis disznó, kikokót vett a drogostó. Sétapálca kell neki, mivel a szörnyeket veri. A kommandok szenszeje, a Water nincs ellene. Balázs verse. Barna a szeme, szőre csupa tetű, látható a YouTube-on. Csabusa a neve, a szíve bátor, de nem gladiátor. Darája, darája, de az soha meg nem bánja. Dorombol, mint egy cica, aztán verekszik, mint egy bika. Ezt állítom Csabusáról, akinek a szíve nem radiátor. Kristóf verse. Csabusa a kommandok szenszáj, Béltó jutalmat ugyan nem nyer, e pályákért, mik írtják türelmét, de megtanulja sok nyelvtanimátor, hogy a nyelvtan tanár nem animátor, de van, mikor csak az English ends up in the content of this poem, hogy értelem nem terem. Definition! Tony verse. Talpra Csaba híja YouTube, daráló kell, s fa törzsbe szú, de óceánban sok a water, hát Uber bot kell, very danger. Szárnyas malac repülje, spottyancs Kenny fejére. Scales verse. Csabusa egy oroszlán, de Kenny ezt nem akarván, fogtad az atomübertáp sétapálcádat, és Kenny fejét lecsaptad. Csabinyú akart egy oroszlán, de nem tudta melyiket választál, ki is választotta Csabusát, de nem is tudta mit vállalt rá. Ágota verse. Leesett a nyúl a fáról, mesélek valamit Csabusáról. Ő a mémek mestere, a rossz pályákra mondja, levele. Darálja a pályákat, kommandok parancsokat mutat, atomübertáp sétapálca, itt a YouTube-os csatornája. Ha jön egy repülőmalac, neki egy liter vótört ad, utoljára pedig azt mondom, a kézikönyv óvjon utadon. Nóra verse. Csabusa eddig Tomival mosott. Míg egyszer a mosószer elfogyott, kénytelen volt kokkolínót venni, azóta szokott macikat enni. Bence verse. Énektanár elmebeteg, megeszi a gyerekeket, de Csabusa megment minket, legyegőzi tanárnőnket. Atomüber a pálcája, lesújtotta tanárunkra, így nem lettünk Béltó alján, s megvertük az afrobanyát. Sir Peter 05 verse. Csabusa a nagymenő, nézi minden agyvelő. Hívják Commandok Sensei-nek, álmomban is ő kerg. Mi? Péter, ugye nem komolyan arról álmodsz, hogy én téged üldözlek álmodban, nem abban a csapatban játszom. Szóval, Csabusa a tuti, őt nézni buli, ért a kommandlokkokhoz, meg a reston dolgokhoz. Most pedig megyek megfürdeni, mert mocskosnak érzem magam. Köszönöm mindenkinek a verseket, nagyon viccesek voltak, és azok közül ezek voltak számomra a legviccesebbek. Aki kíváncsi a többi verse, leírás. A kézikönyv óvjon.